Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Gémesi György, egy orvos, egy olimpikon és egy polgármester, egy ember, több gyermekes és több unokás családapa. Szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket! Ilyenkor, amikor jönnek az ünnepek, akkor önnek nem csak a családról, hanem egy egész városról kell gondoskodnia. Hát igen, tulajdonképpen nem nekem kell gondoskodni, nekem az ő életük hátterét kell biztosítani, amit megszoktak a különféle szolgáltatásokban, infrastruktúrában, emberi közlekedési módokban. Évvégén azért vannak rendezvények, az ember elmegy, tegnap este is voltam, ma is van kettő, úgyhogy ezeken azért nem illik, hanem én szeretek is részt venni, mert ez valahogy egy picit minden bajtól, problémától függetlenül én azt gondolom, hogy hozzátartozik egy polgármester életéhez, és nem azt mondom, hogy munkájához, életéhez, mert akkor egy kicsit más körülmények között találkozunk. Szenzációs kiállítások voltak az elmúlt időben önnél kint, Gödöllön, a Habsburg családból. Emlékeztek a királyra, emlékeztek Ottóra, könyvek jelentek meg, és mind a színhely, az események színhelye Gödöllő. Hát Gödöllő és a királyi kastély. Habsburgoktól Gödöllő díszpolgára, én személyesen többször találkoztam vele, én nagyon nagyra tartom őt, és tartottam is őt. Fantasztikus tudása van, hihetetlen alázattal közlekedett, és emberi tulajdonságai kedvessé, szerethetővé is tették. Több olyan történet van, ami abszolút Habsburg-ottós, és én azért még országgyűlési képviselő koromban voltam olyan március 15-én Isaszegen, ahol az isaszegi csata történt, és ugye a tavaszi hadjárat kapcsán nagy győzelmet arattak a magyar csapatok 49. április 6-án, Habsburg-Otto mondott beszédet. De mindig azt mondta, és ez nagyon fontos, és ez is jellemző rá volt, hogy mi magyarok. És nagyon sokat tett ő Magyarországért, az uniós csatlakozásért, és ennek kapcsán volt a Habsburg-Otto alapítványnak egy rendezvénye, ahol egy kiállítás volt negyedik Károlyról, az ő az édesapjáról. Alapítványnak. Így van, az Otto alapítványnak, az ő édesapjáról, aki én sem, kevesen ismernek. De tulajdonképpen az utolsó magyar király, és hogy hogyan száműzték Madeirára, az osztrákok igen, ugye a Habsburg ház tronfosztását ők mondták ki, Magyarországon nem vették el tőle a királyi címet, tehát ő még ma is tulajdonképpen királyként, az utolsó magyar királyként emlegethető, és az ő életéről szól. Sajnos ott, amikor elment Madeirára, kvázi egy önkéntes, illetve Magyarország részéről önkéntes, Ausztria részéről számüldetésbe, ottani élete nem sokat tartott, mert a spanyol nátha 1922-ben elvitte. És már is előjött tömbből az orvos. Van egy új vírus most, aminek a nevét még nem ismerjük, ami gyengébb átfutású, mint a koronavírus, viszont ugyanúgy leveszi az embert a lábáról, csak nem kerül kórházba. A koronavírus tulajdonképpen átalakul influenza vírus típusúvá, én azt gondolom, hogy mint a spanyol nátha is, ugye két-három éven keresztül sajnos nagyon kemény következményekkel járt, így a koronavírus is, most már mondhatjuk, remélem, hogy visszatekintve a múltra, hogy nagyon kemény következményekkel járt, és legyengült a vírus. Ebben nagy hatása volt nyilván az oltásoknak, meg arra sok szabálynak, amit bevezettünk, a távolság, a különféle találkozásoknak a felfüggesztése. Ez ugyanúgy fog tovább élni az életünkben, akkor... lesz, és még az is lehet, hogy jön majd egy új vírus. Ez a világ sajnos ilyen, a klímaváltozás nagyon sok mindenben megváltoztatta a világot, és ezekre nyilván fel kell készülni. Mint egy város vezetője, mennyire van szüksége, vagy könnyen lemondaná a rendelő intézeteiről? Ez egy nagy kérdés. Mint városvezető más a véleményem, és más a véleményem orvosként. Orvosként azt gondolom, az, hogy a beteg, és mindig minden változásnak a beteg sorsa, a beteg biztonsága, és maximális szinten való ellátása a lényeg. Alapellátás, járóbeteg, kórház. Ha ez egy vonalban van, egy szakmai kontroll alatt, egy finanszírozás alatt, ezzel egyet lehet érteni.
De a helyzet az, hogy ilyen részmegoldások vannak, hogy államosítják a kórházakat, akkor az alapellátás az önkormányzatoknál van. Ilyen és olyan finanszírozása. A járóbeteg részben önkormányzatokkal, nem önkormányzatoknál van. Ez semmiképpen nem szerencsés. Tehát a döntés maga szakmailag nem rossz. A helyzet az, hogy hogy oldják meg azokat a kérdéseket, például járóbeteg ellátásnál, szakrendelők kísérletében, hogyha egy kerület, mondom ezt Pesten, a 15. kerület, vagy a 13. kerület, Tóth József polgármesterség alatt, ugye a forrásokat arra használta, hogy javítsa a rendelőintézeti hálózatot az országos finanszírozás felett. Ja, ez nem jellemző az egész fővárosra, vagy az egész nem országra? Nem mindenütt. De a fővárosban, leginkább a fővárosban van, az ország területén vegyes a helyzet. Ott például a CT ellátást mind a 13. mind a 15. kerületben úgy oldják meg a CT-t, hogy ugye vett az önkormányzat egy CT-t, és akkor ott a betegeknek soron kívül nem kell beállni a várólistákra, ingyenes vizsgálatot tudnak biztosítani. Ezt nyilván nehezen adja föl a kerület. Nyilván nehezen, és mint önkormányzati szövetségi elnök, és mint polgármester azt mondom, hogy igazuk is van. Mert ugye ők nagyon komoly pénzt investáltak, a helyi forrásokat arra allokálták, nem másra költötték, nem olyanokra, amik nem maradandó történetek, és ők ehhez ragaszkodnának. És aztán persze van olyan másik típusú rendelőintézet, ahol meg nincs orvos. Ott pedig például mondjuk, és nincs is kórháza a településen, tehát az a rendelőintézet egy-egy kórházhoz integrálva biztonságosabban tud működni, mondjuk az orvosi ellátás szempontjából, és nem 70-75 éves szakorvosok lesznek a rendelőben, hanem a kórház adja neki nyilván ezentúl az orvosi ellátást. Tehát ez egy bonyolult helyzet, én nem de tudnám egységesen. Azt akarja mondani, hogy nem lehet az egyetemeken több orvostanhallgatót fölvenni és orvosnak kiképezni, hisz lassan 30 éve tudják, és mindenki tudja, hogy egy orvos is ugyanúgy meg fog öregedni, mint minden más ember. Hát nagyjából egyébként olyan 1000 orvost képeznek évente, 800 és 1000 orvos között magyar orvost. Nem az a probléma, ez elegendő volt mindig, és most is elegendő kell, hogy legyen, elmennek. Az a helyzet, hogy elmennek. És hát meg elmennek, kell fizetni őket, és akkor nem hát nyilván kell. Olyan hátteret kell biztosítani a munkához, anyagi, egzisztenciális és munkafeltételeket, ami versenyképes a világ más országában lévő, Ausztria, Németország, Svédország egészségügyivel. Itt ez a fő probléma. Orvos eleget képeznek, ennek eleget, ráadásul ugye fogy a lakosság szám, tehát az orvosképzés meg ugyanolyan létszámú, tehát gyakorlatilag az egy végzett orvosra jutó lakosság szám az csökkent, tehát komfortos lehetne az ellátás, csak a világ abban az irányba megy, hogy egyrészt egy nagyon komoly szakorvosi gárda már elhagyta Magyarországot, és a fiataloknak sem vonzó a mai orvosi munka. Több polgármester azt állítja, hogy a kormány kivérezteti a helyhatóságokat, ugyanakkor remekül megoldják a problémákat, és nem lehet érezni, hogy ki lennének véreztetve. Azért lehet érezni. Én tegnap pont az alapellátás orvosaival beszéltem, akik ugye hatalmas problémával vannak a rezsinövekmény kapcsán. Tőlünk kérnek segítséget, nem tudunk segíteni, nekünk is elképesztő pénzt kell kifizetni jövő áprilisig. Akkor fogja magát az orvos és hazamegy. Hát azt nem tudom, hogy oldja meg, nyilván ez egy állami finanszírozású dolog, ők kapnak egy átlagos támogatást a kártya alapján, amiben elvileg benne van a rezsi költség, ugye ott az lenne a korrekt, hogy a kormány azt, amit eddig rezsire adott, a megnövekvő energiáraknak megfelelően megemeli. Tehát ezt nem fogja tudni az önkormányzat kifizetni, de számos más problémával bírunk, már lecsökkent egy csomó minden olyan szolgáltatás, amit eddig megszoktak az emberek, bizonytalan teljesen a következő esztendő. A kormány azt mondta, hogy rendeleti költségvetés lesz 2023-ban, ugye júniusban már elfogadták a költségvetést, az olyan, amilyen, ezután jöttek ezek az energia és egyéb rezsi problémák, és a rezsi támogatások feloldása, és a rendeleti költségvetést még nem láttuk, amit a kormányhoz, annak az önkormányzati fejezetét nem láttuk, egyeztetés nem volt, tehát totál bizonytalan. Akkor nézzük, hogy Gödöllőn mi a helyzet. Bezárta a könyvtárakat? Természetesen nekünk is lépni kellett, a művészetek házát zártuk be, az teljesen föl van függesztve, az azt jelenti, hogy egy 300 milliós megtakarítást tudunk elérni, 250 milliósat. A könyvtárnál ma, 20-án lesz az utolsó, az őszi szezonban oda átment egy csomó kulturális rendezvény, az 20-án lesz bezárva márciusig, a múzeum be van zárva,
a kultúra legnagyobb vesztese egyébként ennek a történetnek, mert ugye az... Illetve az emberek. Hát nyilván az emberek természetesen elsősorban, de ezen kerül a kulturális terület, a kulturális területen dolgozók kisebb intézményeket átcsoportosítottunk, volt egy ilyen öreg otthon, idős otthon, nappali foglalkoztatóval az bement a fekvőbeteg része, tehát számos intézkedést meghoztunk. Nagyjából, minden nap foglalkozunk vele, nagyjából a 25%-os megtakarítást el lehet érni ezekkel a drasztikus intézkedésekkel, de még így is plusz 600 millióra van szükség a brutális emelkedések miatt. Honnét fogja ezt kigazdálkodni? Tessék? Honnét fogja ezt előteremteni? Nem tudom. Nem tudom. Most azt mondom, 33 éves polgármesteri gyakorlatom alapján, hogy nem tudom, hogy jövőre mi lesz. Nincs meg az ország költségvetése 2023-ra. Ez ilyen még nem volt egyébként, hogy át kell. Na de gazdasági világválság, meg a szomszédban a háború sem minden. Hát minden benne van, de azért azt gondolom, hogy ezt egy kicsit az elmúlt 12 év kormányzásának jobban elő kellett volna készíteni. Az energiaárak emelkedése nem ma kezdődött el. Ugye a rezsicsökkentés, az álrezsicsökkentés nagyon komoly költségvetési forrásokat igényelt az elmúlt időszakban, hogy a választásoknál ne lehessen azt mondani, hogy a rezsicsökkentés az megszűnik. Ugye ezzel vádolták az ellenzéket, hogy az ellenzék majd megszünteti. Hát a kormányzat már megszüntette, gyakorlat még a lakosságban védelem alatt. Én úgy látom a mostani kommentekből, hogy azt se fogja tudni tartani, mert a költségvetésnek a helyzete az tragikus ma Magyarországon. Nem az az érdekem, hogy rossz legyen, az az érdekem, hogy működjön. Németországban a felhasznált energiaforrásoknak több mint a 35%-át megtakarította a lakosság. Ők strapabíróbbak, vagy másképp látják a világot. Mi nálunk egy ekkora megtakarításra megfagynak az emberek. Nem, itt is megtakarítottak. Jó, a kevesebb a felhasználás. Az egy másik kérdés, hogy fáznak, vagy nem fáznak. De itt Magyarországon is elég komoly megtakarítás. De ő, mint orvos, pontosan tudja, hogyha megfognak fázni, akkor majd a gyógyszertárba kell kifizetni. Hát nyilván a betegségek azért ilyen szempontból nagyobb kitettsége van a lakosság számára, hiszen ha leveszi a fűtést, az eddig megszokott 21-22 fokot 18-17 fokra, az azért hideg. Van még 2 vagy 3 percünk. Az a lecsúszott középosztály elmer menni és segítséget kérni? Mert nagyon sokan arra panaszkodnak, hogy annyira önérzetesek, hogy nem mennek el. Van az emberi méltóságot sértő és bántó része ennek a dolognak, hogyha valaki nagy bajba kerül, akkor azért se kér segítséget, mert ő majd megoldja. Én azt gondolom, hogy ezen most át kell lépni ebben a helyzetben. Az önkormányzat nem fog tudni mindenben segíteni. Tehát például, ha valakinek a lakásába kiteszik, mert még a korábbi hitelei nem tudja egyszerűen kezelni, és ugye megszűnik a ezzel kapcsolatos kilakoltatási stop, nem tudunk segíteni. Mi onnantól kezdve már direkt a hajléktalan szálló irányába lehet menni. De azt, hogy enni tudjon, azt egy nagyon komoly helyi és szociális háló segíti az élelmiszerbankon keresztül, itt most Gödöllői viszonyban mondom, illetve megvannak azok a lehetőségek napközben, ahol melegednek, hogyha nem tudja otthon fűteni a lakást, mert nagyon sokba kerül, akkor pont a könyvtárnak egyik része nyitva lesz, oda be lehet menni, lehet olvasni, lehet ott napközben melegedni. Tehát ilyen szolgáltatásokat tudnak az önkormányzatok biztosítani, hiszen emberek vagyunk, de a helyzetet nem fogjuk tudni megoldani. Elképesztő bajban van az önkormányzati rendszer. Az a pénz, ami 2023-ban ahhoz kell, hogy a rezsi többletet kifizessék a települések, ma az önkormányzati büdzsében, költségvetésben nincs benne. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. A beszélgetésre szánt időnk sajnos elfogyott. Innét folytatjuk legközelebb. Addig is nagyon kellemes ünnepeket. Boldog karácsonyt, Hanukát is. Boldog Hanukát, boldog karácsonyt. És új évet, jobbat és szebbet. Bízunk benne, hogy új év előtt még találkozunk. Kedves nézőim, az elmúlt percekben dr. Gémesi György volt a vendégünk. Most előzetesek, és már is következik dr. Havas Szonya, ágy mellett gyógyító orvos, egészségügyi politikus. Tartsanak velünk!